Szabolcsi Gergely vagyok, informatikai mérnök, szoftverfejlesztőként dolgozom. Fiatal koromban már akkor nagyon vonzottak a festészet és a rajzolás. 2011-ben találtam az interneten a Valdarát Kft-re, akik a Rajz és Jugatávot szervezték. Rajtuk keresztül tudtam elsajátítani a rajzolás, a pasztelltechnika, a szén és az ecsetkezelést. Sehol nem tudtam olyan gyorsan elsajátítani, mint a Valdarátnál. Azóta már harmadszor vagyok itt, minden évben az általuk szervezett táborban részt veszek. 2011-ben az alaptanfolyamon vettem részt, ahol a jobb vagy főtekes rajztechnikát sajátítottam el. A következő évben már a pasztelkréta és a pasztelceruza és a szén használatát sajátítottam el. Az idei évben pedig már ecsetet ragadtam és a festészettel foglalkoztam. A rajzolás és a festés mellett a táborban jógázunk is, reggel is és este is. Remekül kiegészíti egymást a rajzolás és a jóga. Azért járok minden évben vissza a művésztáborba, mert itt töményen a rajzolással és a festéssel lehet foglalkozni, gyakorlatilag az egész napunk jógával is rajzoltadik, ami remek kikapcsolódás és feltöltődés. Mit szeretnél még mondani? Jó vagytok!